Köszöntöm nézőinket! Önök a Gyöngyösi Városi Televízió nemzetiségi magazinját látják. Mai műsorunkban kilátogatunk a 9. alkalommal megrendezett Ruszin napra. Ízelítőt kapunk a cserediákok életéből. És bemutatunk egy vietnámi származású gyöngyösi lakost is. Tartsanak velünk! Szeptember elején 9. alkalommal rendezett Ruszin nemzetiségi napot a Gyöngyösi Ruszin önkormányzat. A rendezvény célja most is az volt, mint mindig, felhívni a figyelmet a ruszinság kultúrájára, hagyományaira. Ilyenkor rendre megkoszorúzzák második Rákóczi Ferenc gyöngyösi szobrát is. Egy a teljes kulturális napot megörökítő DVD-hez készül a felvétel Kedik Annával. A kárpátaljai nagyszőlősről érkezett népművész rendkívül érdekes néprajzi gyűjteményt hozott magával Gyöngyösre, de testvérével együtt elhozta az ott élő ruszinok dalait is. A ruszin ételekről ezúttal is a gyöngyösiek gondoskodtak. Az elmaradhatatlan borscs és kukoricalepény minden látogatónak dukált. A gyöngyösi ruszin önkormányzat a 9. ruszin napon minden korábbinál erőteljesebb bemutatkozást tervezett. Ennek megfelelően sokkal több vendég is érkezett, mint eddig bármikor. Kárpátaljáról, ugye ők már ugye negyedik éve, hogy itt vannak nálunk, ők 18 fővel érkeztek. A vajdasági Muzsia településről ott most 16-an, ők is, tehát ővelük ugye kibővül, de az országos önkormányzatok, illetve ugye más települések részéről is, más civil szervezetek, Gyöngyösről is, Rákóczi Szövetség is, és a Nyugdíjas Egylet, Acélhang, az is föl fog majd lépni, tehát ővelük is, és a mi ruszinjaink is. Az első közös programjuk a Rákóczi szobor megkoszorúzása volt. Itt Popovics Tibor történész mondott beszédet, megemlékezve nem csak a szabadságharc történéseiről, hanem annak gyöngyösi vonatkozásairól is. Őt a császlóci csicsergő csajok követték, akik Rákóczi nótákat adtak elő. Rákóczi nagyon sok mindent jelent, hiszen Kárpátalja is egy része volt ugye Rákóczi fejedelem hazájának, és ez azt jelenti, hogy számunkra, legalábbis számomra azt jelenti, hogy egy a haza, hiába húztak mesterséges vonalakat, mesterséges határokat, mi megpróbáljuk azt a kultúrát, azt a történelmet magunk módján tovább vinni, hogy a gyermekeink, a felnövekvő nemzedékünk, gyermekeink, unokáink tudjanak róla, és hogy ők is valamit tanuljanak belőle. A koszorúzási ünnepség csúcspontja volt, amikor a kárpátaljai Császlócról érkezett asszonyok és a vajdasági Muzsia község zenekara együtt adták elő a Csinon Palkót. Nagyon fontos, hogy ezek az összejövetelek, és nagyon hálás vagyok Gyöngyös városának, nagyon hálásak vagyunk a ruszin önkormányzatnak, hogy megadja nekünk ezt a lehetőséget, hogy találkozzunk, és tanuljunk egymástól, vagy legalábbis átadjuk, vagy meghalljuk azokat a dolgokat, amit talán mifelénk nem beszélnek, vagy nem hallottak, de úgy többnyire én azt mondanám, hogy a 80%-ra azért egyformán beszélünk, egyformán gondolkozunk, és nem, én ezt most értem a népdalokra, és egy nótákat énekelünk.
Ezután került sor magára a koszorúzásra. Elsőként dr. Tatár László Gyöngyösváros önkormányzatának nevében koszorúzott. Én úgy gondolom, hogy az anya önkormányzatnak, gyöngyösi honfitársainknak eleve ott kell lenni az ilyen megemlékezéseken. Nagyon fontos ez a kérdés azért, mert Gyöngyösvárosa, hála Istennek, én úgy tekintem, hogy a Békeszigete, akár a felekezeti oldal, akár a nemzetiségi, kisebbségi kérdéseket tekintjük. A gyöngyösi ruszin nemzetiségi önkormányzatnak köszönhetően olyan kapcsolat alakult ki a kárpátaljaiakkal, amelyből a város is profitálhat, jelentette ki az alpolgármester. Ha globálisan a nemzetiségi kapcsolatok, külügyi kapcsolataink, testvérvárosi kapcsolatainkat is tekintjük, igazából akkor termékeny egy ilyen kapcsolat, hogyha az a kulturális, sport, egyéb életképviselőivel töltjük meg. A Rákóczi szobornál koszorút helyezett el a Császlóci, valamint a Muzsiai küldöttség, és elhozta koszorúit a Rákóczi Szövetség gyöngyösi csoportja, a Mátra Honvéd Kaszinó Egyesület, és természetesen koszorúzott a gyöngyösi ruszin nemzetiségi önkormányzat is. A vendégek még együtt megtekinthették a Kedik Anna által hozott kárpátaljai ruszin néprajzi anyagot, majd következett a délutáni műsor, melynek elején az Emberi Erőforrások Minisztériumának nemzetiségi főosztályát vezető Paulik Antal köszöntötte a megjelenteket. Paulik Antal szerint szerencsés dolog, hogy a magyarországi nemzetiségek nyugalmas időszakot élhetnek át. Azt gondolom, hogy a magyarországi nemzetiség politikában nem baj, hogy ilyen nyugalmas időszak van, hiszen a közösségeknek a léte azért sokkal biztonságosabbnak tűnik, illetve nyugodtabban tudnak programokat szervezni. Nyilvánvaló, hogyha feszültségek lennének, akkor az visszahatna egyrészt a látogatottságára egy ilyen nemzetiségi napnak, illetve bármilyen programoknak. És hát mindenképpen azt gondolom, hogy a cél inkább az, hogy nyugodtan éljenek, jól érezzék magukat Magyarországon, illetve településeiken. A minisztériumi osztályvezető arról is szólt, miképp lehet egy ilyen programmal több embert megszólítani. Általában akkor működik az, hogy a többség is részt vegyen az ilyen programokon, hogyha maga az ilyen jellegű program beágyazódik a település egyéb programjaival. Tehát most a augusztus 20-ai hosszú hétvégén például rengeteg településen voltak úgy szervezve a programok, hogy volt beépült egy nemzetiségi nap a 3-4 napos programsorozatba, vagy minden nap jelen volt valamelyik, ha több nemzetiség él egy településen, valamelyik nap, nemzetiség minden nap jelen volt, és beépült gyakorlatilag a programsorozatba innentől azok a nézők, akik eljöttek valamire, azért látták, tapasztalták, megnézték a nemzetiségi programokat. Ilyen érték például az a népdalkincs, amit Kedik Anna hozott magával Kárpátaljáról, és amelyből többet most a színpadon is előadott testvérével, Magdolnával együtt. Ahhoz persze, hogy színvonalas kulturális programokat tudjanak szervezni a helyi önkormányzatok, a jó kapcsolatok mellett pénzre is szükség van. Erről, azaz a támogatási lehetőségekről is megkérdeztük Paulik Antalt. A nemzetiségi önkormányzatok kapnak működési támogatást, illetve van egy feladat alapú támogatása, ami nagyjából az előző évi tevékenységnek a úgymond honorálása ebben az évben. Magyarán, amit tavaly megszerveztek, arra kapnak pénzt utólag, és ebből tudják az idei programokat fedezni részben. És hát van pályázati alapú támogatásunk, ami az Emberi Erőforrások Minisztériumának kulturális rendezvényekről szól, és oda be lehet pályázni, szoktak is egyébként a gyöngyösi ruszinok, és hát onnan is lehet támogatáshoz jutni. A 9. ruszin nemzetiségi nap Gyöngyösen mindenképp sikeres volt, de a mércét egyre magasabbra kívánják tenni a szervezők. Így jövőre a mostaninál is gazdagabb programot ígérnek. Harmadik alkalommal volt jelen a szüreti napokon az EFS magyarországi szervezete, amely idén is cserédiákokkal érkezett a főtérre. Ennek apropójából pedig a velünk egy tanévig együtt élő külföldi diákokkal beszéltünk arról, milyen benyomásaik vannak az itt élő emberekről. Saját pavilonja volt a szüreti napokon az EFS magyarországi szervezetének. A magyar és az itt élő külföldi diákok azért jöttek ki a főtérre,
hogy a szervezetet népszerűsítsék, de hogy pontosan mivel is foglalkozik az EFS, arról Horváth Kristóffal beszélgettünk. Az EFS az egy nemzetközi szervezet, ami hát már 100 éves, és Magyarországon is már 21 éve működik, és a szervezet egy cserediák program működtetésével foglalkozik, tehát például magyar diákok utaznak külföldre, illetve külföldről érkeznek Magyarországra középiskolás cserediákok, akik itt töltenek el pár hónapot, vagy akár egy egész tanévet. A szüreti napokra ez évben is több ezren látogattak ki. Ezt a tömeget használták ki a szervezők arra, hogy a magyar emberek és a külföldi diákok között egy kultúrák közötti párbeszédet alakítsanak ki. Ilyenkor szeptember végén van az EFS-nek egy olyan európai eseménye, amit az Intercultural Dialogue Day, ami kultúrák közötti párbeszéd napjának hívunk, és ezt is igyekszünk. Ugye Európában is 27 országban több mint 200 helyszínen megtartják, így Magyarországon is igyekszünk megtartani. Így Gyöngyösen is most már hogy 30 éve így a Szüreti Fesztivál keretein belül meghívunk a környező régiókból cserediákokat, és akkor örök egy kis interkultúrális mozgalmat hozunk ide Gyöngyösre a főtérre. Magyarország mennyire népszerű egyébként az EFS diákok körében? Mennyien akarnak ide jönni összehasonlítva más országokkal? Sokan akarnak ide jönni, tehát például Kelet-Európában Magyarország fogadja a legtöbb diákot, és vannak például olyan országok, Thaiföld, Japán, vagy akár Törökország is, ahol nekünk kell egyszerűen korlátozni a számot, hogy mennyi diák jöhet, mert annyian akarnának Magyarországra jönni. A szüreti napokra nem csak külföldi fiatalok, hanem olyan magyar diákok is érkeztek, akik szintén részt vettek a cserediák programban. Én Thaiföldön voltam cserediák egy évig, és hát nagyon sok tapasztalatot szereztem, meg nagyon sok mindent tanultam, és nagyon szeretnék visszamenni. A külföldön tanuló diákok szinte mindegyike életre szóló élményről számol be, azonban Teodóra szerint az első időszak mindenki számára nehéz. Az első két hét volt ez a teljes kulturális sok, ott minden más volt, a szokások, egy egyszerű nap, akkor az iskola, az étkezések, teljesen mindent meg kellett tanulni, mint egy kisgyerekként. Szoktuk is ezt mondani, hogy az EFS-ben mindenki egy kisbabaként kezdi, és a program végére nőnek fel, mert ugye nem tudnak beszélni, nem tudnak enni, nem tudnak járni maguktól, ehhez mind segítség kell, hogy megtanulják. Teodórának meg kellett tanulni, vagy legalábbis szokni a miénktől eltérő oktatási rendszert is. Például iskolába ugyanúgy 8-ra már benn kellett lenni az iskolába, ott az egész napot egy ilyen közös imádkozással kezdik. Hát egy lényeges különbség, hogy egy iskolába Thaiföldön 8000 diák van, és mind a 8000 diák megjelenik ezen a ünnepségen, ez egy óráig tart, és utána mennek az órákra. Egyébként az iskola felépítése is más, mert ugye az időjárás miatt, ugye ott meleg van, egy trópusi időjárás, és ezért az iskolák ilyen nyitottak, hogy nem vannak falai az osztálytermeknek, de mégis úgy nyitott, szóval teljesen be van üvegezve, mindenhova belátni, akkor például leveszik a cipőt, mielőtt belépnek az osztálytermekbe, megvannak az ilyen szabályok, ezt mind meg kell tanulni. Miért pont Thaiföldre akartál menni? Én korábban mi már fogadtunk thaiföldi cserediákot, és több cserediákunk is volt, most van nálunk az 5. táj cserediák, és nekem, amíg ők itt voltak, nagyon megtetszett a nyelv, meg a kultúrájuk, úgyhogy én kifejezetten oda szerettem volna menni. Mondanál nekem valami táj nyelven? Persze. Szadiha, Sancsifa, Ayusip, Gaupi, lega Inditon Rapti TV. És ez mit jelentett? Hát bemutatkoztam, és hogy üdvözlöm a nézőket. Kijött a főtérre Sajáda is. Ő Ázsiából érkezett, és szülei segítségével választotta ki hazánkat arra, hogy itt töltsön el egy évet. Thaiföldről jöttem, és azért vagyok Gyöngyösön, mert az EFS thaiföldi szervezete ezt a várost jelölte ki nekem. Thaiföldön minden diáknak az EFS-t választja ki, hogy melyik városba kerüljön. A szüleim pedig abban segítettek, hogy melyik országot válasszam. Ő is, mint minden más kultúrából érkező diák, találkozott olyan szokásokkal, ami náluk nem létezik. Thaiföldön például nem fújjuk nyilvánosan az orrunkat, itt pedig ez nem udvariatlanság. Ez volt az egyik legelső furcsaság, amivel találkoztam.
Sajáda a tájcserediákokkal együtt egy rögtönzött néptánc bemutatót is tartott. Amerikai táj és magyar diákokkal jött a főtérre Francesca. Ő Argentínából érkezett és még csak 2 hete van Magyarországon, de már most sok élményt szerzett az országról és az emberekről is. Úgy látom, itt az emberek nagyon szeretik a közösségi eseményeket, az ételeket, talán jobban is, mint Argentínában. Ez egy más kultúra természetesen, de nagyon tetszik. Az emberek egy kicsit hasonlóak hozzánk, és mindenki kedves velem. Francesca diáként a magyar oktatást egy kicsivel merevebbnek látja, mint az argentint. A magyar iskola sokkal szigorúbb, mint az argentin, nálunk ez egy kicsit lazább otthon, és azt hiszem, itt talán egy kicsit többet is tanulnak a diákok, mint nálunk Argentinában, ezek a legszembetűnőbb különbségek. A szüreti napok forgatagában a hagyományos magyar bor és népi kultúrával találkoztunk, ez azonban a legtöbb külföldi számára ismeretlen. Ezt erősítette meg Julia is, aki az Egyesült Államokból érkezett. Amikor mondtam, hogy Magyarországra szeretnék jönni, sokan csodálkoztak, hogy miért pont egy ilyen kis országot választok, amit nem is igazán ismernek. A legjobb barátnőm nagymamája viszont magyar, úgyhogy én tudtam egy-két dolgot az országról, de a legtöbben, amit ismernek, az a gulyásleves. Reméljük, hogy a gulyáslevesen kívül több mindent is megtudnak majd a magyar kultúráról a nálunk tanuló külföldi diákok. A jövő évi szüreti napokon pedig remélhetőleg el is mesélik nekünk az új ismereteket. Ha Vietnám-Magyarország válogatott pingpong meccset rendeznének, akkor Vietnámnak szurkolna. Feltűnt már a politikában is, mégsem igazán politizál. Van viszont egy üzlete a piac csarnokban, ahol mindig mosolyog. Ő a vietnámi származású, de ma már gyöngyösi Hamzáné H., akit ma bemutatunk önöknek. Még a szocializmusban a nagynénikém, apukámnak a testvére Magyarországra került, mint éltanuló, vietnám éltanuló természetesen, és a szocializmusban a szocialista országok egymáshoz küldözgetik fiaikat tanulni továbbképzésre, és ő itt végezte az állatorvosit. Majd az élet úgy hozta, hogy segítsen a családnak, örökbefogadott a családon belül rokonokat, és én, mint az unoka, a húgát örökbefogadott és felkarolt, így kerültem Magyarországra. Így foglalja össze röviden Magyarországra kerülését Dotitán H., aki ma már Hamzáné, vagyis magyar, pontosabban gyöngyösi férje van, és itt is élnek. Amint halljuk, kiválóan beszél magyarul, pedig a kezdet, mint mondja, nagyon nehéz volt, de segítséget is kapott a boldoguláshoz. Nem volt előzménye a nyelvi tudásomnak, tehát Vietnámban nem kezdtem el semmilyen nyelviskolába járni, itt minden a nulláról kezdtem Magyarországon. De segített nagyon az, hogy egyrészt kiskorúként kerültem Magyarországra, másrészt befogadó volt az osztály, általános iskolai osztály, harmadikos koromban érkeztem Magyarországra, annyira befogadtak a gyerekek, hogy szinte játszva tanultam meg a magyar nyelvet. Nem mondom, hogy nem nehéz nyelv, nagyon nehéz nyelv, 2 hatalmas nagy könyvet vágtam hozzám szó szerint, amit meg kellett tanulni.
Vietnámhoz képest Európa lényegében mindenben más, így nem is csoda, ha a kezdeti időszakban úgy érezte itt magát, mint Alice csodaországban, legalábbis ahogy fogalmaz. Elég sok mindent meg kellett szoknom, tehát a környezet is abszolút más volt, mint Vietnám, és mint kisgyerekként úgy kerültem, mint Alice a csodaországban igazándiból. Nem ismertem a havat, tehát az időjárási, pont egy téli hónapban érkeztem, november végén érkeztem, és már vártuk, emlékszem az iskolában a Mikulás. Na hát nekem is csoda volt ez a télapó, akkor ugyan 10 éves voltam, de hát még mindig csoda volt a télapó. És reggel, amikor fölébredtem, minden fehér volt. Na, az volt az első olyan igazi téli élmény számomra, amikor kinéztem az ablakon, és minthogyha minden festéke lett volna leborítva, és minden hó fehér volt, és úgy vártuk a Mikulást abban az évben először életemben. Annak ellenére, hogy hány évtizedek óta él Magyarországon, és sok mindent megszokott, mégis sok dologban érzékeli a különbséget az európai és az ázsiai mentalitás között. Sokban vietnámi vagyok, tisztelt anyádat, tisztelt anyapádat. Nem is tudom, hogy fejezni. Nem tudom most így kifejezni szavakkal igazándiból. Ez úgy bennünk van. Tehát én azt látom, hogy itt a rokoni kapcsolatok annyira nem olyan szorosak. Itt az emberek meggondolják többször is, hogy gyereket szeretnének-e, megtervezik a gyereket. Amíg ez Ázsiában adott, hogyha két ember szereti egymást, hozzámegy egymáshoz, akkor utána jönnek a gyerekek. A keresztény ünnepeket viszont megtartják, és megtartják a vietnámiakat is. Mint mondja, ebből is látszik, hogy identitását nem veszítette el. Ünneplem a karácsonyt, a gyerekeknek megtartjuk a télapot, de ugyanúgy a holt ünnepek is megvannak, mert otthon Ázsiában a holt ünnepek, a holthoz kötik a nagy ünnepeket, többek között a nagy őszi holt ünnepséget is, a csungtót is, az például általában szeptemberben van ez az ünnep, és azt is megtartjuk, a télapot is megtartjuk, a karácsonyt is megtartjuk, és a holt új évet, a tétet is. Ilyenkor a családi ünnepekkor még a menü is vietnámi. Ünnepkor, születésnapkor, amikor összejön a család, akkor általában vietnámi ételeket készítünk. A vietnámi ételek készítésében egy akadály van, hogy az alapanyagok nem beszerezhetőek, vagy nem frissen, vagy nem friss állapotban, hanem vagy fagyasztott állapotban, vagy szárított formában, úgyhogy amit be tudunk szerezni, azt meg is csináljuk. Hát nagyon szeretik a magyar vendégeim a nemet, tehát NEM. Ez mit akar? Tavaszi tekercs, de nem, tehát a vietnámi tavaszi tekercs, amiben van darált hús, üvegtészta, fafőgomba, kis rák, és ezeknek az egyvelege, és millió plusz egy még alapanyag kell hozzá. Aminap számoltunk össze, körülbelül olyan 15 fajta alapanyagot kell összeformálni masszává, mint itt a fasírozottat, és azt ki kell sütni egy rizs lepényben. Há egyébként felbukkant már a gyöngyösi politikában a Fidesz és a Változást akarunk Gyöngyösön oldalán is. Mégis azt mondja, nem igazán politizál. Én egy kommunista országból érkeztem, ez tetézi ezt az egész összetett mit voltomat. Az, hogy én itt boldogok a nagy Európában, ez annak köszönhető, hogy nagyon tág körül vagyok, vagy tág látó körül. Én igazándiból a pozitív dolgok mellett szoktam szavazni. És a vagy mellett azért adtam az arcomat a vagynak, mert egy valami pozitív dolgot szeretek volna elérni, és ugyanúgy a Fidesz, anno Lovász Péternek, Petinek a barátunknak is azért adtam az arcomat, mert ő is egy pozitív gondolatot adott át nekem, amivel egyet értettem, azért adtam csak is az arcomat. Nem politizálok. Nem politizál, viszont üzletet vezet a piaccsarnokban. Szakmáját tekintve egyébként közgazdász, pályája elején recepciósként dolgozott, de Budapesten tolmácsként is tevékenykedett egy ideig. Leginkább abból tudtam kamatoztatni, tehát azt tudtam kamatoztatni, hogy megtanultam jól magyarul beszélni, úgyhogy a honfitársainak, úgymond vietnámiaknak, az itt élő, Budapesten élő vietnámiaknak tolmácsoltam. Ügyvédekkel tartottam kapcsolatot, orvosokhoz vittem el, tehát ami a minden hétköznapokhoz kellett.
Miután férjével visszaköltözött Gyöngyösre, üzletet nyitottak. Hogy miért pont a kereskedelemben találták meg a számításukat, arról Há így vélekedik. Szokták mondani, hogy az ázsiai vérében benne van a kereskedelmi véna. Egy percig nem okozott problémát az, hogy a saját lábunkra álljunk, megalapítottunk egy céget, és több irányba elkezdtünk mozogni. A kezdetben a divatáruval foglalkoztunk, majd a bizsú áruval próbálkoztunk, de később jött a drogéria, vagy az ABC jellegű kereskedés, vegyes kereskedés. Említette, hogy benne van az ázsiaiak mentalitásában, vérében a kereskedelmi véna. Ehhez hozzátartozik-e az, hogy az emberekkel milyen kapcsolatban van? Az biztos, hogy egy adottság is. Igen, tehát én a nyitottak közé tartozom, de szerintem, mint az indokínaiak 90%-a, mi vidámak és elfogadóak vagyunk. Tehát az én életemet azt megkönnyítette, hogy én egy vidám és elfogadó ember vagyok, nyitott ember vagyok. Ennek ellenére úgy látja, a gyöngyösiek kezdetben gyanakvóan fogadták ázsiai származását. Szkeptikusak a gyöngyösiek nagyon. Egyébként az elején mindenki úgymond csak a kínait látta bennem, hiszen arcra vagy arcberendezése abszolút mongoloid vagyok, tehát kínai beállítottságú, de miután tapasztalták, hogy beszélem az anyanyelvüket, akár anyanyelvi szinten, néha most annyira nem, ezért elfogadóbbak. És egy mosoly pluszban az csak lendített a mi kapcsolatunkon a vevőkkel. Habár véglegesen Magyarországon rendezkedett be a család, Há mégis igazi vietnámi hazafinak vallja magát, és gyermekeit is vietnáminak neveli. Abszolút vietnámi vagyok, és a gyerekeim, akik félvérűek, ők bennük is tudatosítom a másságukat. Ezért választottuk a keresztnevüket, nem, tehát Hamza az már elég magyar keresztnévként, határozottan egy vietnámi keresztnevet választottunk a gyerekeknek. Ha egy válogatott vietnám-magyarország pingpong meccs volna, akkor kinek szurkol? Hát a vietnámiak nyernének. Igen, nem tudom. Valószínűleg a vietnáminak. Önök a Gyöngyösi Városi Televízió nemzetiségi magazinját látták. Tartsanak velünk legközelebb is, és további érdekességeket tudnak meg a velünk élő nemzetiségekről. Viszontlátásra!